Kicsit a településeket szeretnénk, hogy összehozza ez a program, mert minden település a pihenőpontokon hozzátesz valamit a saját kicsi turisztikájából, vagy az adományban, hogy ugye a pihenőponton frissítést biztosít nekünk, tehát igazából támogató is. Milyen tapasztalataitok vannak, hiszen mondtad, hogy ez már a negyedik alkalom az elmúlt 3 évből, mondjuk a települések segítőkészségét illetően? Mindenképpen pozitív, hiszen akár hogyha ha csak egy szórakozó hely megállója lesz az a pont, de már úgymond reklámozzuk, hiszen ezek az emberek megismerik azt a helyet, ahová érkeznek, és mindenki szívesen csatlakozik ehhez a programhoz. Említeni még néhány ilyet, mondjuk nem tudom, merre felé mennek, mondjuk császártöltésre mennek? Nem. Ez most az idei évben teljesen új útvonal, és igazából a szervezés időhiánya miatt nem is vontuk be a településeket. Tehát az, ami hagyományteremtés lenne, az elmúlt 3 évben működött Kiskunhalas, Tázlár környékén, Soltvadkert, Kecel, Imrehegyet vontuk be, és mindenki nagyon lelkes volt, de az idő hiányában az idei évben ezt nem tudtuk megtenni. Ezért útvonalat is módosítottunk, és nem vettem fel a kapcsolatot a településekkel, hanem a saját segítőink vannak kint a pont az ellenőrző pontokon. Ezért az útvonal az Tabdi, Csengőt, Páhi, Izsák, egészen Fülöpszállás, Biccócsárdáig elmegy a 70 km, és akkor jön vissza Soltvadkert, Csengőd, Akasztó. Tehát ez a 70-es táv. De nem csak 70-es van, hanem 40-es. Igen, az elmúlt években felmerült az igény arra, hogy kisebb távokon is indítsunk, ezért 20 és 40 kilométert is lehet tekerni. És merre felé tart a 40, és merre felé a 20 kilométeres túra? Hasonlóan az irány az ugyanaz. A 40 kilométernél Tabdi, Csengőd, Csengőd, Akasztó és Kiskörös. Az a 20-as, az pedig a szokásos útvonalon, hiszen már olyan sokan ismerik ezt az Akasztó Kiskörös útvonalat, hogy az Oázis cukrászdába várják szeretettel a pihenni vágyókat.